De az atlétikus, amit elmondtál, jobban hangzik. Eading ment be. Nem bántották. Lékes Úrics mellett. És indulhat a Paks. Ki más, mint Eading. Biztos kézzel dobja a középtávol, itt 7-6. Gyömbl is vissza tud rendeződni a szedek, csak látható, hogy Eading nagyon jól találja meg a legkisebb réseket is, és ez nagyon jó blokk volt. Nagyon jó védekezés Kohilleriktől. Azt gondolom, hogy ebben sokat fejlődött ebben az évben. Az meg egy 3 pontos. Vezet először a mérkőzés folyamán az atomerőmű esze. 7-9. Ugyez. Eading engedte meglehetősen korán. Meg egy pontatlan passz volt, ellopják a labdát. És Eading most már zicserben bedobja. Igen, itt azt hiszem, hogy a szezon eleje után, ahol talán egy kisebb hullámvölgybe került. Uca. Nem jut el Lakehez. Ebből viszont nyilván indulnak. Ó, és még a figurára is volt idő. Szép megoldás volt, igen. Oda pattintott a palánkra, Eading visszapattanóra. Úgy tartott egyben a légjót, és most megint Eadingnél a labda. Ó, az megint nagy figura. Után találta meg az a labdával. Nem nyúlnak hozzá, az a biztos. Igen. Hitzfeldhez. Ja, hát Léknek is figyelni kell a faltokra, így, hogy Bailey nem tud beszállni ugye magas poszton. Tehát ez a paksi védekezés, azt gondolom, hogy fogunk a büntetővonalra jutni viszonylag sokszor, hiszen nem érzem nagyon nagy célosnak ezt a védekezést. Nem volt ez egy rossz védekezés a Pakstól. Na, az viszont Clarence-től szó pontos dobás. Pontrendszer miatt azért nincsen nagy előnye az utolsó előttinek se, illetve a szedeáknak sem. Közben Dorogi, várt le szépen Eading, találja meg a centereket. Így van. Azért nagyon... És elvállal egy kísérletet. Azért rossz kommunikáció volt, és... Hát csak egyszer. Igen, ez a legrosszabb, amikor volt a közelben. Van olyan szépen támadott középen valószínűleg. Most nagy kedvel játszik, és nyilván mindegyes pont tovább növeli az önbizalmát. Ez meg veszélyből az a kosár. És egy gyönyörű passz Eadingtől, és megint Dorogi. Triplák esetleg elkezdenének beesni, az azt hiszem, hogy nagyban növelni a szedélyák esélyeit a mérkőzés megnyeréséhez. Ez közben egy... Hát az egyértelmű volt. Clarence. Léknek ez egy jó meccse lehet. Megbízhatóan szerzi a kosarakat, és sokat is van pályán. Igen, és nagyon jól találta meg most Balogh Szilárd. Ez meg közben Eadingtől egy nagyon nehéz dobás. Azt gondolom, hogy ez nem volt egy rossz védekezés most. Igen, ez most már a harmadik, negyedik olyan szedelkos zicser vagy dobás, ahol azért van kontakt, és... Igen. És nem tudom, hogy jó. Igen. Magas ember mögé bújni, az igen, helyet, így van, és lehet, hogy azért helyet cserélhetne Lokkal. Talán jobban járunk, ha Wold is játszik labdával, Lok pedig dob a végén. Igen, ugye bemutatkozás, aztán azóta talán igazából egy meccse volt még, amikor komolyabban termelt. De tud fontos pillanatokban fontos pontokat dobni, és akár triplát is. Így van, és azért ad egyfajta stabilitást a hátul, és ez... kell dobni. Emellett egyébként nyilván egyetértek veled, de ezek például ezeket a pattanókat össze kell szedni, sajnos ez így egy... Szedjük össze. Ellentétben Nicholsonnal. Az ő érzésem nem véletlen szerintem, hogy most Musza Tamást is megpróbáljuk rajta, ők együtt játszottak oroszlányban is, tehát viszonylag jól ismerik egymást. Kíváncsi leszek, hogy mi lesz ebből, hát... Hát egy pont. Igen. Eriksfeld, 43-49. 2 pontra jön fel. Az STS-e Deák, mínusz 6-ról. Hát csak jön a túloldalt is. A pont 47-51, 49-51 az állás a harmadik negyed elején. Oh, az nagy labda volt, azt kell mondjam. Igen, hát ott már nem is akarta bántani Bognár Kristóf. Igen. Így van. Knows. Knows, igen. 208 centivel. Igen, tehát ott azért... Inkább támadásban nyilván. Ott van most 77-essel. Az egy komoly daráló. Igen, Nicholson 6 pontos előnyben az atomerő. Noz. Eading. Noz. És Eading a legkisebb helyeken is oda tudja adni ezt a labdát. És jól számolta ki. Általában jól szokta egyébként. Így van, és ez a saját labdáján érkezik meg. Nagyon finom mozdulat volt. Igen. Ez meg sajnos megint egy jó leválás. Clarence.
Az meg a 3 pontos kísérlet, és be is akad, 55-64. Marad az 55-64. Clarence. 55-66, 11 pontos paksi előny. Nem volt egy jó vállalás, ez az akkor Noeloknál is ezt akkor szoktuk mondani, hogy ezeket ő dolyó dob, amikor már alap bedobott egy-két triplát korábban, akkor ezeket már nagyon jó százalékot, most ehhez nincs. Clarence bedobta a túloldalt, még nőhet is akár. Megint az milyen passz volt Earingtől. Igen, és megint... Kiszolgált a Nicholsont. Ezek is inkább ilyen partizán akcióknak tűnnek most. Kár, hogy nem szépségre mérik. 59-71, jön a válasz. Mérkőzésünk kett összefoglaló jelenet volt egy sajnos igen. Kimaradó triplával. Túloldalt viszont igen, sövegjártó. Hozzáférjen kellőképpen. Igen, kizárta Earing. Szerencsére nincs komolyabb baj, és itt féltem, hogy történik valami Bognár Kristoffal. És kihasználják azt a fáradtságot, ami talán a szedeákban van. Earing, vissza Nicholsonhoz. És visszaszerzi Nicholson. Na, 3 pontos kísérlet, és abból a 3 pontos Eidingsfeld. És látszott is, hogy nagyon sűrűn rotáltak rajta védőt. És azt gondolom, hogy ez jött ki, közben egy nagyon szép akció Paksi részről. 63. Igen, hát a Paks az innentől nem fog sietni. Nyilvítom, azért jó lenne, hogy ha esetleg pár olyan akciót be tudna mutatni a szedelyek, ami kicsit az önbizalomnak jót tesz, mert ezek a védekezések nem ezt építik. Innentől igazából a Kaposvár és a Kecskemét eredményeit kell folyamatosan szondázni, és hát ezeket a csapatokat nyilvánvalóan meg kell verni. Igen. Után zsákolhat. Ez teljesen szétesett a 74-88. Szegedi védekezés. Nem rossz dobhat ezekben a szituációkban, de igen, most ez nem sikerült úgy, de azt mondom, hogy neki egyébként nincs rossz mérkőzése támadásban. Pontszerzésben is, az megbeszédül, 74-90. Így van. Utóbbi időben viszont jó néhány meccsen tényleg nem dobja jó százalékkal a büntetőket. Az is lejön. És megint elpattan, és csak be. Játsszák nagy nehezen, begyűrik oda, 75-92. Bognár segített ki szépen közben, azért jó látni, hogy ő még ilyenkor is próbálja hajtani a védekezést, Muca Tamás is. Úgyhogy azt gondolom, hogy aki fenn van a pályán, azért tényleg igyekszik mindent megtenni, egyszerűen most ennyi van ebben a szegedi csapatban. Vélhetően nagyon nagy hullámvasút lesz ez a 10 forduló. Gondolom, hogy az összes csapat gyakorlatilag itt van, nagyon hektikus formában játszik, tehát gyakorlatilag bármelyik mérkőzésen el tudok képzelni nagyjából bármilyen eredményt. 15 pontos különbség, 81-96. A végén jött 2 tripla, de hát sokkal előbb kellett volna. Neki kezet fog most már. Hát a helyzet az, hogy az első negyedben volt partiban az STS EDEAK, az ugye 20-20-as döntetlent hozott, és mindegyik másik negyedet nyerte az atomerőműese. A kimagaslóan teljesített Nicholson 20 pont, 10 lepattanó, tehát dupla-dupla. Clarence 24 pontot szerzett, Tvorich 16-ot, Lok 13-at, Balog 11 pontot.